Szóval... üres a ház, a nők elutaztak. Milyen érzés, hogy Carmela önnélkül ment el Párizsba? Halál komolyan erről akar beszélgetni? Nem kötelező. Szeretne valamit elmondani, mielőtt lejár az időnk? Rendben van. Ahhoz mit szól, hogy utálom a fiamat? Órákig ül gatyában a számítógépe előtt. Pocsékolja az időt valami csetes oldalon, és a hozzá hasonló idiótákkal szórakozik. És vihog, mint egy óvodás. Legszívesebben pépé verném a pofáját. Így állunk. Na, ez mit szól? Nem új keletű a düh, amit a fia vált ki önből, és ez csak egyre erősödik. Keressük meg az okokat. Hála Istennek, hogy az apám már nem él, mert ha ezt látná, biztos a halálra röhögné magát. Mind röhögné halálra magát? Azon, hogy selejtes lett a fiam. Azért, mert az édesapja elvárásai szerint egy férfinak nem úgy kell viselkednie, ahogy AJ teszi. Nem csak az ő, más elvárásai szerint sem. Tudja, ha Carmela hagyta volna, hogy szétrúgjam a fiam seggét, ahogy apám az enyémet, akkor most tökös srác lenne. Mint maga. Igen, mint én. És másokon vezetné le azt a dühöt, amit az apja vele szemben tanúsított brutalitása váltott ki belőle. Arra törekedne, hogy domináns, erős és az események irányítója legyen. Anthony, évek óta boncolgatjuk ezt a témát. Azt, hogy hogyan él. Mondja, mit vár ön az élettől? Nem is tudtam volna megütni. Csöpp és nyeszlet volt. Carmela családjára ütött, náluk mindenki kicsi. Az apját le lehet ütni egy kurva madártollal. Értem.